Vadonatúj abroncsok sorakoznak ebben a pécsi gumiszervízben. Elérkezett az ideje ugyanis a nyári szetteket télire váltani az autókon. A szakember szerint érdemes mielőbb időpontot egyeztetni a gumicserére. Mi szokták mondani, hogy amikor 7 fok alá csökken a hőmérséklet, akkor már aktuális. Hát ez most körülbelül itt tartunk, azon kívül az esős, taknyos, nyálkás úgy már igényli a téli gumit. És hát összelejegek üsítőket, van nagyon sok téli átszerelésünk. Hála Istennek időben jönnek az ügyfelek még, de attól függetlenül még nincs itt a nagy dömping. Fontos, hogy megfelelő abroncsot válasszunk. Az ár sokszor nagy szerepet játszik a vásárlásnál, ami az autógumi minőségére is utalhat. A szakember szerint a drágább termékeknek hosszabb az élettartamuk, hiszen magasabb minőséget kínálnak. Emellett természetesen más szempontokat is figyelembe kell venni, például az abroncsok bordázottságát. Ránézésből egy szakember már ez látja, hogy igen kemény téli gumiről beszélünk, mert tele vannak lamellával. Azon kívül a gumikeverék és egy speciális gumikeverék szilika adalékkal látják el ezeket bőségesen, azért, hogy akkor, amikor mínusz 10, mínusz 20 fok van, hogy ne keményedjen meg az abroncs és tapadjon. A szakember hozzátette, a már használt téli gumikat csak akkor szabad még használni, ha a profilmélység nagyobb, mint 4 mm.